Lételemük a tánc, a mozgás, de most, mint mindenki, ők is korlátok közt élik mindennapjaikat. Megmutatjuk, hogyan viselik balettművészeink a bezártságot, és hogyan igyekeznek formában maradni a négy fal között. Majoros Balázs és Balaban Krisztina néhány hete még az Erkel Színház közönsége előtt ünnepelték az eljegyzésüket. Ezúttal otthonukból üzennek a nézőknek. Lassan egy hónapja önkéntes karanténban vagyunk, ami úgy gondolom, hogy egy nagyon nehéz helyzet mindenki számára. Talán egy balettművész életében ez még az átlagosnál is nehezebb, ugyanis a balettről tudni illik, hogy egy nagyon helyigényes művészeti forma, amit hát elég nehéz ilyen itthoni körülmények között megoldani. De minden erőnkkel azon vagyunk, hogy áthidaljuk ezt az időszakot. A bútorok pedig kis leleményességgel még a balettrudat is helyettesíthetik. A balett gyakorlathoz Krisztina kislánya Anasztázia is csatlakozik. Sőt, ha kell, a súlyzós edzésekben is kreatívan vállal szerepet. Itt már a Magyar Nemzeti Balett egy másik szerelmes párjának, Assai Jukka és Morvai Kristóf tánckari művészeknek otthoni edzésébe leshetünk be. Mi több, most önök is bekapcsolódhatnak egy Japán és Magyarország közt zajló online hívásba. Sziasztok! Sziasztok! A két művész 7 éve alkot egy párt, de jelenleg csak így tudják tartani a kapcsolatot, életüket ugyanis még az átlagosnál is jobban felborította a veszélyhelyzet. Egy hete haza kellett jutazni a Japánba, mert ebben a sajnálatos és nehéz helyzetben sajnos az utazások is ugye nagyon megnehezültek, és az utolsó lehetősége volt, hogy biztosan hazaérjen Japánba. Jukka így visszatért a családjához. A szerelmeseket nem csak az elválás érintette érzékenyen. Most nyáron lett volna az esküvőn, ezt is sajnos el kellett most halasztanunk ezek miatt, az események miatt. A művészek nem titkolják, hogy komoly kihívást jelent számukra ez az időszak. Én 6 éves korom óta balettozok, és hogyha ezek az állapotok kitartanak még tovább, akkor valószínűleg, hogy életem leghosszabb balett, professzionális balett nélküli időszaka következik be. Hála Istennek nekem, hogy Japánban, hogy saját szobámban vannak, hogy ilyen kis stúdiószerű, hogy én most mutattam, a tükör, kislőr, pad, linoleum, és akkor, hát igen, nekem hála Istennek, hogy tudok, hogy magamnak tartani csak itt. Ez azért nagyon nehéz ugye táncosként ezt meg létrehozni, megcsinálni, mert ugye nekünk mindenképpen formába kell maradnunk. Jukka és Kristóf arra buzdítanak, hogy mindenki próbálja megőrizni testi és lelki egyensúlyát a krízis helyzetben. Nap úgy beszéljünk, és akkor kicsit motiválok, hogy jó, oké, én ennyit csinálok, jó, oké, akkor én ennyit csináltam, már futottam, már pilates csináltam, már gyakoroltam, szóval így... Így úgy tud tartani egymásban a lelket is, ez nagyon fontos. A társulat többi tagja is egyszerre próbál meg fit és jókedvű maradni a bezártságban. Molnár Dávid tánckari művész például a világsztárok által indított úgynevezett handstand t-shirt challenge-et teljesítette, azaz kézen állva vette fel a pólóját. Példáját azóta kollégái közül többen követték, köztük Kekálló Júri magántáncos is. Arról pedig, hogy az MNB-i ifjú növendékei is betartják a kijárási korlátozást, és otthon sem hanyagolják el a gyakorlást. Ezek a képsorok tanúskodnak. Szóval így dolgozunk mi home office-ban. Arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy maradjatok otthon, vigyázzatok magatokra, és akkor remélhetőleg minél hamarabb találkozunk a színházban, illetve a színpadon. Sziasztok!
sok italtást küldünk a négy fal közül. Sziasztok! Sziasztok!